Érdekes kérdés, hogy vajon egy kutya tud-e unatkozni. Na most nyilvánvalóan vannak extrém helyzetek, amikor mondjuk egy kutya egy néhány négyzetméteres rácsos kennelben lakik, akkor bizony ez egy roppant unalmas élet a kutya számára, vagy nehogy Isten láncra, vagy futószárra van kötve. Ez a kutya bizony egy inger szegény környezetben van és unatkozik. Akkor a gazda elmegy otthonról mondjuk dolgozni, vagy iskolába, és a kutya egyedül marad otthon, akkor a kutya számára ez nem feltétlenül egy totál unalmas szituáció, hiszen a kutya a legtöbb esetben egy jó időérzékkel rendelkezik, és emlékszik arra, hogy mikor szokott hazajönni a gazda. Tehát igazából a kutya ideje azzal telik, hogy várja a gazdát, és közben a legtöbb kutya igazából nem unatkozik intenzíven. Sajnos vannak olyan kutyák, amelyek úgynevezett szeparációs szorongásos betegségben szenvednek, ugye ők extrém rosszul reagálnak arra, ha egyedül hagyják őket, de nem csak ha órákra, hanem ha 10 percesre lehet őket egyedül hagyni. Ez ugye egy egészségi dolog, tehát ez egy abnormális viselkedés, itt ezt megfelelően kell kezelni. De amúgy egy normálisan viselkedő kutyánál az unatkozás egy ilyen családi környezetben, egy normál házban való tartás, vagy kertben való tartás esetében nem egy olyan súlyos probléma. Na most, hogy mégis a kutyának legyen valamilyen aktivitása, ugye ez fontos, hiszen előfordulhat, hogy máskülönben olyan aktivitást fog a kutya választani, ami nem igazán szerencsés a mi számunkra, tehát például azt, hogy a környezetben folyó közlekedést figyelje, és mindent megugasson állandóan, ez nem egy szerencsés viselkedés, mivel tudnánk lefoglalni a kutyát, hogy úgy mondjam, hasznosan. Erre talán a legjobb megoldás, hogyha mindenképpen egyedül kell hagynunk a kutyát, és ugye nincs otthon senki. Vannak manapság ezek a nagyon jó ilyen táplálék adagoló játékok, amikből ugye a kutya csak hosszas bányászás, rágcsálás, kaparászás, nyalogatás során tudja ki imádkozni a bele tömözkölt tápot. Ezekkel a kutyák húzamos ideig is el tudják magukat foglalni, de máskülönben én azt mondom, hogy a kutya számára egy ilyen otthonmaradós szituációban az unalom nem egy olyan súlyos probléma.